Na mi a helyzet, gyerekek? Menjünk, mentsük meg a traktort. Értettétek a reggelibe, egy kicsit így még annyi van, hogy 9 óra felé. Kicsit még nádvásó. A cucc. A zülés. Főleg, hogy a nyékban van a motor itt a balán fotelibe. Na jó, mit kell vigyünk? Kell vigyük az akcsit. És kell vigyük a sprayt. Na. Kamera menjen a fájra. Jó idő van. Nem fúj a szél, süt a nap. Gyönyörű idő van. Szegény kicsi traktorka. Na hát ugye tőtő nem lesz, de békelüsse elég könnyen gyula, mint láttátok tegnap. Úgyhogy ja, nem hiszem, hogy gond lesz. Az jó kemény akcsi. Úgy. Akkor itt van a spré, az indító. És menjünk, nem lesz ott Ernesto, de mindegy, legalább beállok az udvarra arra, és odaállok a traktor elé, és kicsit megpróbálom már húzni. Madarak ide szólnak fast a kormányra, és a tükörre, és mindenhova. Na, de meg tud csalni. Kell-e még valamit vigyek? Azt mondta, hogy láncot vitt. Lánc ott van, úgyhogy... A csavara mindig lazú, kiállt a tempomat, vagy hogy hívják? Mechanikus tempomat. Kicsit a szelepek kecegnek, nem ártanom beállítani őket. Minap egy kicsit vágtam a füvet itt hátul a traktorról. Levette megint a szíjút. Rakiát. Azt hiszem nyitva is fogom hagyni. Hogyha általán a traktorról vissza is tudnék jönni. Habár valószínű, hogy ott hagyom. Még ha kés tudom húzni a másik traktort. Hát hogyha begyújtom oda, bemegyek az udvarra és kihúzom, akkor már annyira elfáradt, hogy ha visszaindulok, akkor félúton maradok. És ha valahol itt maradok, félúton el se tudnak mellettem járni autóval, ha csak nem húzok ki jól a szélire. Le kell itt még jobban vágjuk a bokrokot és a füvet az utcéni, hogy a barban sánc van mind a két felő, de... Na, tehát az
az volt a baj tegnap, ugye, hogy hármasba jöttem, nem egyesbe. De ha egyesbe jöttem volna, annyival több időt állt volna, úgyhogy a végeredmény valószínű ugyanaz lett volna. Na mindegy. De mennyit ment a motor? 8 percet? És mikor ott máskor a földön mentem, de hájba azt tovább bírja, mondom útkó majdnem 40 percet bírt a 36. Valami ilyesmit. De úgy látszik, mikor mozog, akkor hamarabb kifárad. Akkor nem egy helybe. No. Oksi. Indítóspray. És akkor a motorom elé menjek, se kinyitom a kaput, hogyha beindul egyből tudjak is bemenni. Előkészítem a terepet. Most van közel vagyok, itt van a kapuja, itt a nagy fa után. És ott a traktorja. Ja, milyen kár, hogy körbe kell itt még menni, hogyha ott belátna a sarkanál menni, de ott nincs kapu. Na, nézzük meg, hogy hol fogunk körbe menni. Kapu nyitva van hagyva. Oké. Hó kell itt hátra menni, ember. Ernesto, ne basszál meg! Itt menjek a szélim, vagy valahol ott a másod. 35 ezerét vette meg. Már mikor, egy fél éve talán ezt a tárket. Mellette van még egy ilyen 2 hektáros darab. Én egyszer ide átjöttem, videót is csináltam az angol csatornámon, ott van. Megnéztem ezt a helyet. Fel volt téve piacra 17 ezer dollár itt. Mindenhol tali van kocottól. Na itt hátra tudnék jönni. Igen, a ló szort. Hey, Ernesto, miért csinálod azt velem? Mondd meg. Oké, ezt a szort, ha félre veszem, akkor itt hátra tudok jönni. Azt hiszem. Mondjuk itt a fák lesznek útba. Thank you.
De döcögős ez a hely. Hová te bali magad az az ember, hé? No, Ford traktor. Hátul egy buszsag, elő mi van, loader? Ki akarta itt ezeket a hajókat húzni? Vagy ide húzta őket a sanszba, s úgy ragadt belé? Roncshajók. Hát hajó inkább csolnak. Előre kicsi bakett. Komocska. Jó, belé várted ide magad. Hát elé felé nem tudom kihúzni, ezt hátra felé kell húzni. Mit tett ré a lám? Ezt a láncot? Innen húzzalak? Hát ki tudom húzni. Annyik friss motorról kell, amíg onnan eljövök, s ide hátra jövök, arra már megint lefárad a motor. Hogyha ide hátra tudnék jönni, és akkor itt hagyom, s este utána kössük, s ja, leteszem a két. Hogy is álljak neki, meglássuk. Na. Simán nem fogom tudni kihúzni. Ezt úgy kell csinálnom, hogy háttal jövök ide, hogy elő legyen a homlokrakodó. Háttal jövök ide, leteszem a lábaimot két felől. Illetve a rakodógépnek a lábait. És akkor a maga backhoe-hoz kössük a markoló feléhez. Oda kössük a láncot. És előbb azzal próbálom a hidraulikával meghúzatni. És akkor egy kicsit megyek elébb a traktorról. Még húzatom a hidraulikával, s esetleg a motorral is rá segítek. Na! Ja, ezt egy kicsit elnézte is, mikor oda belé várta magát. Gumik is kopottak. Nem négy kerék meghajtású. És minden egyéb. Kárten itt ki tudnék ugrani. Egy csipkés drót van a tetején, úgyhogy nem foglalkozok. Na mindegy. Tehát akkor ide kell éljek a hátához. Ja, a sanszba nem megyek be én is, mert aztán én is belé ragadok. Mondjuk én magam ki tudom taszítani. A markoló felivel. Itt még vannak fadarabok, gerendák, hogyha kell majd alá támasztani dolgot. Úgyhogy megnéztem ezt a telket, ja, 17 000-ért volt akkor piacon, de akkor azt hiszem levették, meggondolták maikat, vagy mi lett, és aztán Ernesto megvette 35-ért. Mi ez a nagy fa? Ja, itt hátra tudok jönni. Mi a ráksúly ez? Egy darabja háznak a falának. Frame. És a bedeszkázott ablakai. Na, most már csak annyi a kérdés, hogy adlám bérözzeni a traktor. Ha béke, hogyha eddig bégyújt, most is béke gyújjam. Na most nagyon óvatosan és lassan fogok jönni, csak egyesbe teszem is lépésbe, hogy nem elegedjen.
Ja, tegnap is Max 2-sbe kellett volna üljek. Na mindegy. Valaki már a kommentelt mondta, ó, ez borítékolható volt, hogy ez fog történni. Hát jó, na nem számít, mert a szomszédot ki kell segíteni. Ugye ő is segít, én is segítek, az itt vagyunk szomszédok. És annyi, hogyha egy kicsit kellemetlen és nekem is két napba kerül, vagy háromba, de ide trotyogok, s kihúzatom. Mert ott van ugye neki is a traktúrja, ki tudja, nem megy nekem a traktorom, lehet átom kérni az ő traktúrját majd, vagy ki tudja, mibe segít ki. Úgy látom, nem ő jött ott a pick-up trakkal. Azt mondta, hogy dolgozik ma valahol lent Marco Islanden. Nem lesz itt. Csak este. Na, de mindegy. Ha jól lett volna, ugye, hogy itt legyen, hogy begyújtsa azt is. És ahogy húzatom egy kicsit, ő is nyomja a gázat. Habár nem hiszem, túl nehéz legyen a dolog, mert ugye egy kicsit hegyre van, és hogy hátrafelé húzatom, akkor úgy remélem nem. Meglássuk. Csinálunk, amit tudunk. Na. Úgyhogy ez ilyen, gyerekek. Kicsi kínlódás, de ha segítségre van valakinek szüksége, akkor főleg a szomszédodnak, ugye, akkor segítesz. Ez nálam így működik. Ha nem tudom kihúzni ezzel, megyek, megjavítom a 250-est. Négy kerék meghajtása, átjövjük azt is, reaköstjük ezt is. És addig csináljuk, amíg sikerül. Na jó, plusz. Mínusz. Akkor lesz csakszor ugye, hogyha nem indul be a motor. Oké. Okay. Egy kis fröccsöt neki. Hogy a rák megenne s a dög. Nem veti be ember, nem veti be az Istenit. Bevett a hely. Olyan lassan menjen, bazd meg, hogy a cunci havasról lejött.
Megáll az idő ilyenkor, gyerekek. Ja, valaki kérdezte, hogy nem lehetne kikötözni a hátsó palit lánccal, de igen. Csak unom foglalkozni, mert akkor, ha valamit akarsz ásni, akkor megint le kell venni a láncot. Majd megjavítom ezt a problémát, csak előbb a motor legyen megjavítva, ugye. Megfáradt. No. Hát végül is kár volt egyesbe jönni, mert úgyse bírta tovább, jobb lett volna gyorsabban jönjek, hamarabb ide értem volna. Na de mindegy. Ez van, gyerekek. Most már közel vagyunk. Hagyjuk itt, pont jó árnyékban vagyunk, lehűl. És akkor jövök délután se. Még egyszer bégyújtsuk. És már közel vagyunk oda, én lát egyel ki is tudom húzni, egy bégyújtom, odaállok. Bang. Egyet húzunk rajta. Legyen ő is ott, úgy lesz a jó sprét. Itt hagyom az aksit, viszem tőteni. Na, most már közelebb is vagyunk, hogyha nagyon muszáj, akkor hozok 300-400 láb hosszabbítót, és hozunk áramot. Engedjük ki a nyomást. Rendszerből. Oké. Okay. Na, ennyit haladtunk, ami jobb, mint a semmi, legalább nem kint az úton vagyunk.
Hány perc volt? Tegnap azt hiszem 8 percet számoltam. És ma mennyi volt? Gondolom kb. Ma is vagy 6-8 perc. Ja, azt csinálom, hogy megyek hazassáv. A traktor hazait veszem le a celebdeknit, az olajteknőt. És ki kell kinyomozom, hogy honnan jön a... Fel kell az elejét támasszam. Ezt magas bámájám is kitámasszam itt rudakkal. Nem ott, hanem itt. Ezt a hengert, mikor ki van nyílva teljesen. És ezennek is alá támasszak. Mert útban van itt, hogyha szét kell szedni az elejét, hogyha ugye motrot meg kell szedteni, el kell szedni hüttőt, vízpumpát, mindent innen az elejéről. Van nem biztos, hogyha csak gyűrűzöm, lát, hogy... Ja, mindegy, meglássuk. Tegyem ezt vissza, hogy nehogy békőtözzenek az állatok. Hogy eső legyen. Na. Motorszettelés. Oké, jövök a motorról. Hát oké, itt mellette térni. Letörök pár algat, akkor igen. Az aksit bédobom. És csapjuk haza, mert van otthon is amit csinálni. Azt is csinálom, meg a 250-es bégyújtom. Megcsinálom a benzinpompát. És átjövök azzal is. Hát, hogyha ki tudnám húzni. A négy kerék meghajtásból. Na, traktorista Pista. Tapasztalat, gyerekek. Így szerzel tapasztalatot. Este jövünk, és folytassuk. Akkor itt lesz Ernesto és Bégyúcsa és a másik traktort. Perc alatt kirántsuk. Nem kell nagy, egy kicsi rántás kell neki is, hogy kimozduljon onnan, és annyi az egész. Lehet, hogy a 250-essel is ki tudnám rántani. Ébredj fel! Tűnődtem azon is, hogyha kicsit rendbe kapom a 250-es beindítom, akkor lehet megéri beíratni, legyen legalább egy autóm, mivel tudok mozogni. És úgy, ahogy terveztem, ugye régebb építenék neki egy kicsi ilyen lapos ágyat, flatbedet. És kész.
mert az villásnak nem jó. Ugye nem dupla kerekű hátul, tehát kicsit lehet pakolni rá. Hoztam azon is egy olyan másfél tonnát hoztam, de hol van az még a 6 tonnától? Vagy nem 6, nem 6 tonna, bocs, mennyit hoztam ezzel maximum a villancsán? Ilyen 10-12 ezer poundot. Jó mondom-e? Nem jó mondom, no. Tehát múcsot 6 ezer poundot, de bányában, mikor hoztam 12 ezer poundot 6 tonnát, az nem baszkulálta le, tehát le kellett lapátoljak. Úgyhogy mondjuk egy olyan, tehát elbír 5-6 tonnát, ez a billáncs a kicsike, de nem tudja leüríteni max, le tud mondjuk 3-4 tonnát. De amikor hoztam 3 tonna múlcsot, ugye 6000 pound körül, az lazán leürítette, úgyhogy na. Fel kell hívjam a betonosokat. Adlám, mikorra tudnak beprogramálni, és addig a pénzt bejön, és általában van egy-két hét, amíg hogyha nagyon bizik, foglalhatok. És neki kell álljak zsaluzni, zsaluzok, megrendelem a betont, Kia. Hogy nézel ki, fiam? Pocsolyába beléferedtél? Jó szokás szerint. Na. Ja, ez belé kell, ki is ajánlotta valaki, James, vagy ki ajánlotta, hogy alassak ide belé egy oszlopot. És akkor, mikor ezt kinyitom az oszlopra, teszek egy kötőt, és a másik végét ide belé akasztom. Vagy ide teszek egy a húrkóval egy kötőt, és akkor az oszlopba csak így beleakasztom, hogy ne kelljen itt taknyolni. Ezt jó ötletnek tartom. Nem mondott, hogy 10 centivel hátrébb álltam meg. Ja, könnyebben bédobja azért, hogyha rajta van a 40 amperos hidegindító. Na, így háromszor kellett spréjezzek, s hajtassak. Tegnap reggel egyből bédobta. Ja, szép ez a banánsor, itt pedig nem csináltam semmit neki, se öntözőberendezés, se trágyázás. Ezekre tettem egy kicsi múlcsot. Na jó. Ennyi való, gyerekek, reggeli vlog. Menjünk, oda teszem az aksit tőteni. Kábel itt van, nem is viszem messzire, csak ide leteszem.
Bent van a töltő, kihozom rá, jó? És menjek, állok neki szerelni elé a deszkaanyagot, körbe zsalúzni, kimérni tornácnak, s betonosokat felhívom, és menjek utána a 250 este, megpróbálom beindítani. Elkészítem a multiméteremet, kimérjem, hogy mivel van a baj. Na, amikor elteszed a kontaktot, kéne hallod, bizzeg a benzinpumpa, zzzz, és nem hallod. Jöjj, benzinpumpa, szart oda, vagy nem kap áramot, vagy valami. Na jó. Akkor, lejjj.